Színes, elgondolkodtató és meseszép az a kiállítás, amelyet a napokban nyitottak meg a Kulturális Központban. A színes világ foltokba öltöztetve elnevezés hű a témához, hangulathoz. A megnyitón mi is alaposan szemügyre vettük a darabokat. Színes világ foltokba öltöztetve. Ezt az elnevezést kapta az a kiállítás, amelyet a héten nyitottak meg a Kulturális Központban. És mintha mindegyik kiállított darab üzenni tudna, történetük van és sugárzóak. Az elnevezés hű ahhoz a képhez, ami nyílik elénk, ha belépünk a kiállítóterembe, amely zsúfolásig telt meg érdeklődőkkel a megnyitón. A foltvarok azon furcsa személyek, akik drága anyagokat kicsi darabokra várnak, hogy aztán újra összevarhassák azokat. Természetesen nem csak ennyiről van szó, hisz a körbe pillantunk, igazol minket a látvány. A foltvarrás szerte ágazó stílusban és technikában, de amint a szemlélő szempontjából nagyon fontos, hogy harmonikus, csodás, hol vibráló, hol megnyugtató látványt nyújtsanak. A kiállítás címe is ez, színes világ foltokba öltöztetve. Ez az a színes világ, amely a készítőt és a felhasználót is mindig rabul ejti. A textil barátságos melegsége találkozik a színekkel, formákkal, a tűz és hol hozzátesz, hol még jobban kiemeli a mintát. A foltvaró technika máig népszerű. A nagy részt Amerikából származik, bár az egyiptomiaknak tulajdonítják az alaptechnikák kialakulását. Az igazi foltvarott munka az három rétegből áll. Van egy mintázatos fedlap, van egy közbélés közte, és van egy hátlap, és ezt a hármat megtűzve kapjuk meg ezeket a foltvarott tűzött takarókat, fali képeket. Az alapegységet úgy hívják, hogy blokk, tehát mindenhol, hogyha körülnéznek, minden munkán felelhető egy alapegység, ami ismétlődik egy munkán belül, illetve annak variációja adják ki a mintázatot. A mai modernizációval átszűrt világban, ahol egymást érik a technikai újítások, azt gondolnánk, hogy a hagyományok, a kézi munkák különböző válfajai kihalóban vannak. Ez azonban korán sincs így. Egy szóval meghatározható, hogy mennyire előttünk vannak ezek a technikák. Abszolút elsőt egyre inkább benne van. Hál' Istennek reneszánszát éri a kézimunka, és ezzel együtt a foltvarrás is. Új és új stílusok jönnek elő az idő haladtával, és nagyon sokan szeretnek visszatérni az igazi kézimunkákhoz, így a foltvarrást is nagyon sokan őzik nálunk is, és szerte a világon. A kiállítás darabjainak mindegyike előtt érdemes hosszan időzni, hiszen amellett, hogy páratlan világot tárnak elénk, elmerülve a részletekbe kívülállóként is megbizonyosodhatunk arról, hogy mennyi munka elkészíteni, akár csak egy kisebb darabot is, amelyeket a színek plusz élettel töltenek meg. Nagyon jól mutatnak mostanában a minimalista lakásokban a nagyon színes foltmunkák, illetve hogyha tradicionálisabb mintákat alkalmaznak a hölgyek, akkor a színek is visszafogottabbak, inkább a modern stílusra érvényes a sokszínűség, de az a jó a foltvarrásban, hogy nagyon sok mindent ki lehet próbálni, tehát pont ezt a színességet, ezt a változatosságot lehet vele kipróbálni, előhozni, játszani a színekkel, a formákkal. Türelem, tapasztalat és persze szeretet. Ez kell ahhoz, hogy akár monumentális darabok is elkészüljenek. Ez hetek munkája, ugye ez ráadásul géppel utána meg van tűzve, ami gyakorlatilag majdnem ugyanannyi munka, mint megvarni magát a fedlapot. Attól függ, hogy ki milyen gyors, ki milyen gyakorlott, milyen technikát alkalmaz, abban is különbözhet az ideje, de itt egy ekkora ágytakaró az akár hónapokon keresztül is készülhet. Illetve van ott egy munka, amelyik több mint egy évig készült, ugyanis arról nevezetes, hogy 365 blokk van benne, minden napra egy blokk, és így amikor készen vannak a blokkok, akkor dolgozza össze az alkotó, és így kapjuk meg azt a valóban monumentális darabot. Természetesen a Hajdú Foltvirágok foltvaró szakkörtagjai régóta készültek már erre a kiállításra, hiszen ez mindannyiuk számára fontos esemény. Nem csak amiatt, mert az általuk elkészített darabok közönség elé kerülnek, hanem amiatt is, mert egy mérföldkő ez a szakkör életében. A tagok között erős a kapocs. A szakkör 2005 óta működik, jelenleg 14 fővel. Minden hónap, minden hetében tulajdonképpen csütörtökön jön össze a szakkör, és itt a művelődési házban kaptunk helyet igazgatónő segítségével.
megkapjuk tőle minden olyan segítséget, amit a szakkör működéséhez szükséges. Tehát anyagokat kaptunk, eszközök vásárlásában segített. Jelenleg ezt a kiállítást sok-sok szervezéssel, sok-sok munkával hoztuk össze. Mindenkinek tükröződik az egyénisége, az ízlésvilága. Mindenféle munkát meg lehet itt látni, a nagy takarótól kezdve, az apró kis levendula, kis illatzsákoktól mindent. A szakkörtagjai különböző táborokban is részt szoktak venni. Minden évben 2-3 fővel el tudunk jutni, és itt is nagyon sok mindent tanulunk, amit ezt a tudást a szakkör többi tagjainak is át tudjuk adni, melyek nagy-nagy szeretettel várnak is, hogy ők is el tudják ezt készíteni. Bakonszegi Ilona egyike a kiállítóknak. Nekem van 4 táskám, amit tulajdonképpen, amikor én ezt elkészítettem, akkor azt mondtam, hogy itt a kiállításon lesz, és majd utána fogom használni. Illetve van egy olyan táska, amit az idei felsőtárkányi táborban készítettem, és ott tanultunk még egy gyors blokknak nevezett munkát, amit egy kis takarót sikerült elkészítenem, és ezt az egyik unokám fogja megkapni, és ezzel a blokkal a másik 2 unokámnak is fogok készíteni egy-egy takarót. Ennek a csoportnak a tagjai segítik egymást. A foltvarrás remek kikapcsolódás, hobbi, de ha szükség van rá, akkor terápia is. Sokan a szakkör indulása óta tagok. A 2005 óta vagyok a csoport tagja. Lehet, hogy volt kisebb-nagyobb megszakítással, de nagyon szeretünk összejönni. Mit ad ez a szakkör? Vagy hogy érzik magukat egy-egy ilyen találkozásnál? Hát én azt gondolom, hogy nem csak a magam nevében, hanem a többiek nevében is mondhatom, hogy ennyi idő alatt egy nagyon jó kis közösség kovácsolódott össze. Segítjük egymás munkáját, akár tervezésben, akár olyan, hogy anyaggal tudjuk kisegíteni egymást. Együtt szoktunk menni különböző hétvégi foltvarrós napokra is, és szeretünk együtt lenni. A kiállítás részét képezte még Pogonyi Jánosné gyűjteménye is. Kamaszkorában kezdődött a varrás szeretete, 2001-ben találkozott először a foltvarrással, amely rabulá ejtette és hamar tagja lett az EGRI foltündérek csoportnak. A gyűszüket 2012-től gyűjti, idővel ismerőseitől, barátaitól is sokat kapott ajándékba. Az évek során 1600 darabból álló gyűjteményt kisméretű varrógépekkel, vasalókkal egészített ki. Több témára, például virágokra, madarakra, országokra, városok témájára osztatók fel a darabok. Ezt, valamint a foltvaró kiállítását szeptember 30-áig tekinthetik meg.